Most azonban arról, ami október 23-án történt az ellenzéki nagygyűlésen, illetve azóta, erről beszélgetek Gyurcsány Ferenccel, a Demokratikus Koalíció elnökével. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Kezdjük a legfrissebbekkel. Azt mondta Bajnai Gordon az egyik televíziós műsorban, hogy önnek az október 23-án történtek miatt bocsánatot kellene kérnie. Megteszi ezt, elnök úr? Gordonnak ezt a szövegét, és nem is nagyon pontosan értem, hogy miért kellene megtenni. A dolgot picikét gyerekesnek gondolom, itt mindenkit felszólít bocsánat kérésre. Hát, nem gondolom, hogy ez bárhova is vezetne. Hát ő azt mondta az ATV műsorában, hogy a Gyurcsány Ferenccel való tárgyaláshoz nincs meg a bizalmi alap, ahhoz ugyanis a DK vezetőjének például bocsánatot kellene kérnie, tehát ha ön bocsánatot kér az ott történtek miatt, hogy végül is elhagyta például Mesterházi Attila beszéde alatt a helyszínt, vagy nem tudom mi miatt, szóval akkor lehet, hogy újra tárgyalnak önnel, bár ezt is mondta a Mesterházi Attila az elmúlt napokban, hogy bezárultak az ajtók, és nem lesz több tárgyalás. Ez nem egy jó vita, nem vezetett sehova se. Most tényleg nekem arról kéne önnel meg a hallgatókkal beszélgetnem reggel, hogy dehogy hagytam én ott azt a Mesterházi beszédet. Hát megvártam a végét, megtapsoltam, ott elindultam kifelé, aztán jött a himnusz, és megálltam, és azt is megvártam. De hát nem erről szól Magyarország, hát nem erről szól mi életünk. Hát komoly pártvezetők tényleg ezzel foglalkoznak, hogy valakit kitapsoltak, vagy összefogást igényeltek, vagy nem tetszik. Hát nem kell sértődni, nem kell gyengének mutatkozni, bántottnak. Én értem, mert egy kellemetlen szituáció volt. Most a negyedik napja, ötödik napja rágják az én kollégáim ezt a dolgot. Túl kell ezen nagyvonalon lépni és menni kell előre. Hát nem erről szól az ország. Igen, csak nyilván ők azért vannak megsértve, mert hát ön kezdeményezte ezt, hát itt is beszélt a 180 percben, hogy az ellenzék egységes nagygyűlés tartson október 23-án, ön küldte el az SMS-t, és ehhez képest ők azt mondják, hogy ön ott az ellenzék ellenzékeként viselkedett, pedig korábban megállapodtak, hogy nem teregeti ki a belső szennyest a nyilvánosság előtt. Mindenki ismeri a Demokratikus Koalíció véleményét. Mindenki tudja, hogy hónapok óta, vagy több éve mi azt képviseljük, hogy átfogó ellenzék összefogás kell. Mindenki tudja, hogy mi azt a megállapodást, amelyet kötöttek a választók jelentős részével együtt, kiábrándítónak gondoljuk, és mindenki ismer bennünket. Hát tudják, hogy olyan emberek gyülekeznek a Demokratikus Koalícióban, akik hát el fogják mondani, amit gondolnak. Hát hírhető az én tőlem, hogy valamit gondolok, valamit hiszek, és akkor ne arról beszéljek. Hát lehet ilyet kérni, de hát az lenne a legnagyobb hazugság. De akkor ezt ők, bocsánat, elnök úr, ők valóban kérték, hogy ne a belső vitákról szóljon ez az október 23-i beszéd? Elfogadtak a szervezetek ajánlásukat, és valóban volt az ajánlások között olyan, hogy ne bántsuk egymást. Én próbáltam nem bántani senkit sem. Egy megállapodásról viszont nagyon kritikus véleményem van. Én személyében azóta sem bántok senkit, és nagy türelemmel hallgatom, hogy úgy látom, hogy az én kollégáim időnként hát megpróbálják belém törölni a lábukat. De hát én felnőtt férfi vagyok, tapasztaltam másokat a politikában. Ez nem rettenek meg, engem nem nagyon zavar. Hát csendesen elmondom, ha megkérdezik, mit gondolok, de továbbra sem vagyok hajlandó bántani sem Bajnait, sem Mesterházit. De azért hadd kérdezzem meg, elnök úr, nem arról van itt szó, hogy ön továbbra sem tudja elfogadni azt, hogy az ellenzék miniszter, közös miniszterelnök jelöltje Mesterházi Attila legyen. Hát ön a beszédében bár név nélkül, de utalt arra, hogy hát félre kellene tenni egy bizonyos személynek a politikai vagy személyes ambícióit, és félre kellene állnia. Ön Mesterházi Attilára gondolt? Egyelőre nincs az ellenzéknek közös miniszterelnök jelöltje, hát éppen ezt igényeljük. Azt mondtam, hogy egyiknek vagy másiknak, vagy ha nem megy, akkor mindkettőnek. Mi nagyon-nagyon régóta azt mondjuk, hogy bármelyiküket el tudtuk volna fogadni, és tudtuk volna támogatni a megállapodnak. Hát Orbán Viktornak kihívóra van szüksége. Ez egy olyan küzdelem, ahol, hogyha a mi oldalunkon ketten mennek fel a pásra, vagy hárman, akkor nem többen vagyunk, hanem kevesebben vagyunk. Az én kollégáim nem tudtak megállapodni, senki nem tudott
visszalépni, vagy nem akart visszalépni. És az ellenzék abban az állapotban van, döntően emiatt, hogy miközben többen szeretnének kormányváltást, mint ahányan szeretnék a kormány maradását, nem vagyunk képesek megmutatni, hogy oké, akkor ez az a csapat ezzel a vezetővel, amely Magyarország számára mutat egy demokratikus alternatívát. Hát miért kéne azt igényelni mi tőlünk a válaszok sokaságával együtt, hogy örüljünk ennek a helyzetnek? Színesebb a mai ellenzék, mint amit két párt le tudna fedni. Ahogy Kuncze Gábor kollégánk, barátunk mondta, hát ne csufoljuk már összefogásnak az osztozkodást. Itt két párt osztozkodott az ellenzék nevében, hogy akkor ki hol indul ki, mit csinál, de hát ők nem nincsenek fölhatalmazva. Hát nem ők a magyar ellenzék, igen sokan vannak még ezen kívül. Szóval türelem, nyugalom, és foglalkozni most már tényleg azokkal az ügyekkel, hogy mit lehet mutatni más, mint a kormány tesz. 5 hónapon a választás, ha jól értem. És hát mindenki emésze meg ezt a sok tekintetben, valóban nem szerencsés 23-án, de nem kell vádolni és bántani egymást. Én legalábbis ezt gondolom. Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét hallhatták az elmúlt percekben.